A függőségek az életünk részei, nem mindegy azonban, hogy ezek milyen hatással vannak az életünk többi területére, és hogy milyen szinten nehezítik meg a mindennapjainkat. A következőkben dr. Tessényi Judittal fogok beszélgetni egyebek mellett a szerencsejáték függőség egyes kérdéseiről. Tartsanak velünk! Köszönjük minden kedves nézőt, és köszöntjük a stúdióban dr. Tessényi Judit, gazdaságpszichológust. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ugye ön a doktori dolgozatában a játékszenvedéllyel foglalkozott, és szerintem indítsunk is onnan, hogy mi is motiválta arra, hogy ezzel a témával kezdett el foglalkozni. Mik voltak az első olyan lépések, amik elindították ezen az úton annak idején? Hát én igen korán, 1997-ben kerültem a Szerencsejáték ZRT-hez, és már akkor is az a cég volt a legnagyobb állami játékszervező Magyarországon, és ott kezdtem dolgozni, és egy idő után észrevettem, hogy azért ennek a forgalmazásnak ugye elsősorban kereskedőként, illetve a területen foglalkoztattak, de épp a kereskedelmi munka szervezése kapcsán észrevettem, hogy azért vannak emberek, akik ehhez a szerencsejátékhoz nem egészen egészséges úton, módon viszonyulnak. Bármilyen játékról is beszélünk, sorolhatnám egyesével, találkoztam olyan játékosokkal, fogadókkal az üzletekben, a lottózókban, akik úgy láttam, hogy nagyon-nagyon begerjednek erre a témára, hogyha kifejezhetem így magam, és egyre jobban elkezdtem őket figyelni, hogy mi történik velük, miért változik meg annyira a viselkedésük. És ezzel egy időben már elvégeztem egy pár iskolát, és úgy éreztem, hogy még szeretném magam tovább képezni, és hát Szegeden adta magát a lehetőség, hogy itt ugye doktori iskola is indult gazdaságpszichológiából. Úgyhogy elmentem felvételizni, és beültem a bizottság elé, és kérdezték, hogy hát mi az én szakterületem. Végülis kettő szakterületem volt ilyen értelemben már akkor, az egyik a CSR, tehát a felelős vállalati magatartás, aminek egyik speciális szerencsejátékra szabott műfaj a felelős játékszervezés, és a másik, amit én ott kibírtam nagy izgalman vagyok, ez volt, hogy hát a játékfüggőség. És azt tapasztaltam, hogy az ott ülő bizottsági tagoknak felcsillant a szeme, mert mindegyikőjüknek volt olyan személyes élménye, családtagja, ismerőse, sztoria, ami révén kapcsolódni tudtunk rögtön egymáshoz, így nagyon kellemes beszélgetés kerekedett ebből a felvételiből. És hát így meg is maradt a témám, tehát ugye azért már előtte körvonalazódott, meg előtte már amit lehetett, mindent összeolvastam erről, hogy mi is ez a játékfüggőség, milyen problémát jelent ez, miért jelent ez igazán nagy problémát, és hogy hogyan lehet esetleg kezelni. Magyarországon a szerencsejátékba konkrétan mi tartozik bele, tehát azt tudjuk, hogy például ilyen kocsmákban és egyéb helyeken az ilyen játékgépeket az utóbbi években eléggé visszaszorították, és konkrétan betiltották. Igen. Ezen kívül a különböző kaparós sorsegyek, minden, ami például a szerencsejáték ZRT-nek. Számszoros játékok, tehát 5-ös, 6-os lottó, kenó, sportfogadások, tipmix, totó, goltotó, mindenképpen a kaszinóiparról külön meg kell emlékeznünk, és ha már erről beszélgetünk hosszasan, azért a szerencsejátéknak az online műfajai, ami tulajdonképpen egy másik értékesítési csatorna, ugyanakkor újfajta játékokat is jelent, és a szerencsejáték alá tartoznak. Ha Magyarországról beszélünk, akkor van a nagy állami játékszervező, a számsajos játékokkal és a sportfogadásokkal, és valóban, ahogy mondta, 12-ben, de ugye még nem 12-ben járunk, még 2008-ban felvételiztem, de akkor megvoltak még a játékautomaták, tényleg nagyon komoly problémát jelentett, és egy teljesen önálló üzletágat is vitt, és ezt követően pedig kaszinókban nyílt lehetőség ugye a koncesziós jog alapján, hogy oda terelték be ezeket a játékgépeket. Tehát most is lehet játékgépen játszani, de csak az arra engedélyezett kaszinókban. És ennek lett valamilyen pozitív hozadéka, vagy erről lehet tudni, hogy... Hát igen, nagyon belevágtunk a közepébe. Épp a legutóbbi, a mostani vizsgálatom, ami éppen publikálás alatt van, bizonyítja azt, hogy hát szerényen, de van. Tehát, hogy ha nem is mondhatom azt, hogy a játékfüggők számát érdemben befolyásolta és csökkentette azt, hogy kocsmákban már nem tudnak automatázni, de mindenképpen más irányba terelte őket, lehet, hogy más addikciók felé, lehet, hogy másfajta szerencsejátékok felé, de enyhén mérhető az, hogy már nem annyian automatáznak, hiszen nincs, csak a sznoban. És akár a véleménye, akár pedig a doktori dolgozata szerint, mi az, ami valakit a szerencsejáték függőség, vagy akármilyen függőség felé tol az élete során? Gondolok itt arra, hogy mondjuk olyan életkörülményei vannak, olyan nehézségekkel néz szembe az élete során, amit nem képes megoldani, és azáltal mondjuk menekül bele valamilyen ilyen tevékenység végletekig történő hajtásába vagy űzésébe? Tehát egyfajta menekülés ez?
Ez az egyik válasz. Ez egy nagyon-nagyon jó válasz, és nagyon sokféle válasz van. Tehát vannak, akik kimondottan azt vizsgálják különböző genetikai vizsgálatokkal, neurológiai vizsgálatokkal, hogy van-e olyan hajlamosító, hogy milyen olyan biológiai hajlamosító tényezőink vannak, amik a játék függés felé sodorhatnak, de mindenképpen az életmódunk, a társaságunk, amit láttunk a családban, például úgy gondolom, hogy ezek a szociális tényezők nagyon-nagyon befolyásolják. Kell egyfajta hajlam, tehát az, aki mondjuk hajlamos arra, hogy hamarabb elunja magát, tehát hogy keresi az izgalmat, ő könnyebben fordul a szerencsejátékok felé. Vannak külön vizsgálatok, amik azt bizonyítják, hogy ha kibillentenek az egyensúlyát, például elveszítem a munkámat, akkor az is hajlamosít arra, hogy a függőségekbe meneküljek. Hogy miért pont a szerencsejáték, mondjuk azért, mert az esik leginkább kézre, vagy éppen azért, mert azt tartom a legkevésbé veszélyesnek. Tehát nem mérem fel a kockázatát, hanem csak egyszerűen olyan menekülési útvonalat keresek, olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami aztán már függőségbe csaphat át. Tehát nagyon sok oka van, vagy lehet. Például, amikor én régen mondjuk ilyen általános iskolás koromban számítógépes játékokkal játszottam. Ugye a számítógépes játékokkal kapcsolatos függőség is valamelyest hasonló lehet ehhez. Közel áll, nagyon igen. Igen, közel áll, majd erről is beszélhetünk akár, de hogy akkor azt ismertem fel magamon, hogy mondjuk azért töltök mondjuk órákat azzal, hogy egy bizonyos videójátékkal játszok, és azzal töltöm el mondjuk a napomnak egy jelentős részét, mert nem akarok abba az állapotba visszakerülni, amit mondjuk a mindennapi élet jelent. Tehát nem akarok megint a iskolai dolgokkal foglalkozni, nem akarok megint olyan tényleg unalmas, vagy pedig számomra nem túl sok élvezetet nyújtó tevékenységekkel foglalkozni, amiket akkor például mindennapjaim jelentettek. Ez például egy... Borzasztó jó példa, hogy menekülés abból a szituációból, amiből vagyok, hiszen kiszakadok, egy teljesen más szellemi állapotba kerülök, és szintén nagyon jó példa arra, hogy az unalom. Tehát, hogyha keresem azt, hogy valami izgalmasabbá tegye az életemet, és másfajta, kevésbé kockázatos hobbikban, vagy kikapcsolódásban ezt nem tudom felelni, vagy éppen a családi körülményeim olyan, amiben nem akarok jelen lenni, akkor hát gyakorlatilag egy rosszul választott menekülési útvonal lehet a szerencsejáték is. Vagy az alkohol, vagy a drog, vagy bármi más. Tehát valójában itt azt, amit az ember az élet többi területén nem kap meg, azt az élvezetet, vagy izgalmat gyakorlatilag, azt pótolja be ilyen látszólag, ugye, hogy is mondjam, könnyen elérhető céloknak a beteljesítésére. Szerintem nem csak látszólag, hanem valóban. Hát tehát, igen. Hogy nem beszélgethetnénk függőségről és szerencsejáték függőségre, hogyha valóban nem nyújtan olyan pluszt, ami miatt nagyon-nagyon sokan választják. De azért tegyük hozzá, hogy a túlnyomó többség nem azért játszik szerencsejátékot, mert menekül, hanem mondjuk menyerni akar. Vagy egy kicsi szórakozást keres, mondjuk heti 5 percet, meg még 5 percet, amíg a sorsolást nézi, és ettől nem lesz függő, nem lesz neki problémája. De ha már ez a legfontosabb, és ez kerül az első helyre az én kis sorrendemben, fontossági sorrendemben, akkor mindenképpen érdemes egy kicsit alaposabban megvizsgálni a kérdést és az illetőt. Említette, hogy a számítógépes játékokkal kapcsolatos függőség az közel áll ehhez. Mi az, amiben igazán különbözik ettől a kettőt? A játék és a szerencsejátéknak nagyon könnyű az elválasztása, hogyha egy kicsit külön akarjuk választani, ugyanis a szerencsejátékban a véletlennek nagyobb szerepe van, mint mondjuk a tudásnak, tehát magának a szerencsének, és mindenképpen pénz alakú, tehát pénzt rakok bele, és ha szerencsém van, akkor nyereményt veszek ki belőle. A sima számítógépes játékoknál ugye ott is van, hogy veszek ezt, azt, amazt, és nyerhetek is, de viszonylag ritkább az, hogy pénzt nyerjek, nyerhetek is pénzt, de ott is talán a tudásom számít. Én nagyon szeretem vizsgálni, vagy mostában sokat olvasok az e-sportokról. Ugye teljesen más terület, de ott is azért nem kicsi rész, aki nem játszik, hanem nézi. És ha már nézi, akkor lehetősége van arra, hogy fogadjon is egy-egy sportolóra, például akár hagyományos sportolóra, akár egy ilyen sportolóra. És innentől kezdve megint van egy kicsi átfedés a két terület között, hogy akkor mi az, ami számítógépes, vagy számítógépes függés, és lehet, hogy valaki soha nem fogad, csak egyfolytában nézi mondjuk a játékosokat, vagy a közvetítéseket, akkor ő már számítógép függő, vagy online függő. Ugyanakkor nem szerencsejáték függő, mert nem játszik szerencsejátékot. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a mai online játékok, illetve akár ezeket a streaming platformokat is beleértve, azért eléggé árnyalják ezt a kettő kategóriát, mert illetve összemossák, mert hogy számítógépes játékokban is van olyan, ami szerencsejátékokkal van összevegyítve például, vagy akár magán a számítógépes játékon belül vannak olyan
hát funkciók, amik erre emlékeztetnek, ami mondjuk a szerencséje van összeköttetésben. Illetve hát ugye, amiről szó van, akár ennek a követése, a ilyen különböző streaming platformoknak a követése, itt meg talán azt érdemes megemlíteni, hogy ahogy tudom, a nézők azok nagyon hasonló élményt élnek meg azáltal, hogy nézik a játékot, mintha játszanának vele. Ugye itt a tükörneuronok miatt ugye a játéknak a nézése az hasonló mechanizmusokhoz vezet, és akár a sikerélmények is, amik ott érik az a konkrét játékost, az úgymond megjelenhet a nézőkben is. Igen. Pontosan, tehát nem is arról beszélni, nem úgy mondanám, hogy összemosódik, hanem az, hogy egyre több az átfedés a két terület között. Tehát úgy gondolom, hogy más területeken, és azért nagyon érdekes a gazdaságpszichológia, mert egy csomó olyan gazdasági kérdés van, aminek van pszichológiai vonatkozása. Tehát, hogy érintkezik a két terület, és talán külön is érdemes vizsgálni, mik azok, amik a közös pontok, vagy mik azok, amik azonosak a két probléma esetén. Ugye a következő kérdés az egészen idevág, az pedig az, hogy vajon magát a függőséget azt miként lehet megelőzni, vagy mik azok a életviteli tanácsok adott esetben, vagy akár neveléssel kapcsolatos tanácsok, amik ilyenkor felmerülhetnek. Itt ugye függőséget mondtam, nem játékfüggőséget, viszont nagy valószínűséggel itt is nagyon sok átfedés van, tehát akár egy kábítószer függőség, mert hogyha úgy veszük, ugye a különböző kábítószerek is egyrészt idegen vegyi anyagokat juttat, vagy azok idegen vegyi anyagok, amik a szervezetünkbe jutnak, másrészt pedig ugye kiváltanak, mint például az alkohol, dopamint például elősegítik ennek a termelődését, akár csak mondjuk egy nyeremény, vagy egy nyereménynek a kívánata. Igen, hát az idegi hatásbehatásában is találhatunk hasonlóságokat, de azért mi szoktuk már, mint az addikcióval foglalkozók elszeparálni, hogy most akkor szerfogyasztásról beszélünk, vagy pedig viselkedési függőségre. A viselkedési függőségek kategóriába, ahol az online függőség, vagy a szerencsejáték függőség tartozik, sokkal inkább a vásárlás függőséget, vagy a szex függőséget szokták felsorolni, de bizonyos vonatkozásban a munkamánia is ide tartozik. És ugye más, hogyha valamilyen szer hatására érem el ezeket az örömérzeteket, ilyen ugye a drog és az alkohol, illetve maga a dohány is, de akár a kávé, vagy Zachert sokat idézni, mert nagyon szeretik és ismerik sokan, hogy ő csokoládé függőnek vallja magát, és ha nincs meg a tábla csoki, akkor teljesen kész van állítólag. Úgyhogy azért ez jól elhatárolható, hogy kell hozzá valamilyen szer bevinni a szervezetbe, vagy pedig inkább egy viselkedést, ami kiváltja ezt az örömet. Kicsit nekem, én azon gondolkoztam a függőségekkel kapcsolatban, hogy olyan, mintha így a életünkben különböző bálványokat emelnénk fel magunk elé, mint egy táblacsoki, mint egy bizonyos kábítószer, vagy mint egy ilyen tevékenység, amit folytatunk. Most tudom, hogy itt összemosom az összeset, csak önmagában a függőségnek az ilyen, hogy az emögött álló lelki mechanizmusról akartam beszélni, hogy olyan, mintha azt a élvezetet vagy izgalmat, amit egyébként így el kéne nyújtanunk az életünk összes tevékenységére, vagy ki kellene terjesztenünk, vagy mindenhol meg kellene tapasztalnunk mondjuk, ugye akár a család életben, egy párkapcsolatban, vagy pedig a munka a munkánk végzése során, azokat nagyon nagy mennyiségben megtaláljuk egy bizonyos tevékenységbe. Arra szűkül le valahogy, és utána az lesz nekünk bizonyos szempontból a minden, vagy valami elengedhetetlen. És hogy nem ez lenne pontosan az egyik olyan, nem is azt mondom, hogy tanács, de az egyik olyan szempont, az egyik olyan szempont, ami alapján akár a nevelés során az életvitelünket menedzselhetnénk. Sok mindent kérdezett és sok okos dolgot mondott, az egyik ugye a prevenció, az egyik kedvenc témám. Tehát, hogy hogyan lehet mondjuk megelőzni azt, hogy valaki ebbe belesodródjon. Ennek is vannak nagyon komoly kutatási eredményei, én nagyon szeretem a svédeket és a finneket emlegetni a szerencsejáték kapcsán. De összességében a prevencióról általánosabban véve a kutatók azt mondják, hogy az, hogyha tudok róla, hogyha megfelelő tudás birtokában vagyok, az már valamelyest véd. Tehát, hogy nagyon könnyen eshetek bele, hogyha valaminek lebecsülöm a veszélyességét. Ez bármire vonatkozik. Tehát ki lehet próbálni bármilyen kábítószert, de vannak olyan szerek, amik egy-két fogyasztás után már kialakítják ezt a fajta függőséget. Van, akiből soha nem lesz függő attól, hogy mondjuk alkalmi fogyasztó.
A szerencsejátékra is ez vonatkozik, hogyha én bemegyek egy kaszinóba, vagy egyszer eljutnék Las Vegasba, tuti, hogy kipróbálnám, de az nem azt jelenti, hogy akkor engem már elrelt egy örvény, és többet nem lehet engem megmenteni. Tehát úgy gondolom, hogy a tudás ilyen értelme tényleg hatalom, hogyha használhatom ezt a közhelyet. A másik, amit szintén korábban mondott, és nagyon fontosnak tartom a számítógépes játéka kapcsán, hogy azért a generációs veszélyeztetettség szerintem szintén egy olyan téma, amivel érdemes foglalkoznunk. Tehát a fiatalkorúak, főleg a fiatalkorú férfiak jobban keresik az impulzusokat, hamarabb elunják magukat. A hétköznapi élet egy fiatal embernek sokkal inkább tűnhet ugyanazok között, a keretek között unalmasnak, mint mondjuk egy 40-es beállt embernek, mármint életkorilag stabilra gondoltam. Tehát, hogy ezek eléggé ilyen értelemben összetett kérdések, és mi is volt az utolsó, ahova kifutatta a gondolatát, segítsen? Hát az, hogy mondjuk a nevelés során arra kellene ügyelni, hogy ne egy bizonyos tevékenységre korlátozódjon le az ember sikerélményének a megélésének a lehetősége, hanem mondjuk az élet összes területére. Tehát arra törekedjünk, hogy az élet összes területét olyan módon menedzseljük az életünkben, hogy az nekünk a lehető legjobban megfelelje. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon fontos ilyen szempontból a családi példamutatás és a nevelés. De hogyha belegondolunk, és én nagyon-nagyon szétnézek a környezetembe, akkor inkább azt mondom, hogy minden embernek van mániája, szokása, hobbia, és hogy ez mikor csúszik át függőségé, mikortól minősítem annak, szerintem ez a határ eléggé vékony és nehezen fellelhető. Én így gondolom ezt. Tehát kétségtelen, hogy a hétköznapi működésünkben, viselkedésünkben óhatatlanul vannak olyanok, amire egy másik emlék, hogy hú, hát tuti, hogy vásárlás függő vagy, mert minden napot vagy a plázába, holott lehetséges, hogy a társaságom olyan, hogy ott van folyton a találkozási pont, és attól, hogyha mondjuk egy komolyabb teszttel, vagy bármiféle egyéb vizsgálattal engem megnéznek, akkor nincsen ilyen értelemben függőségem. Arra szeretnék visszautalni, amit mondtam, hogy amikor már tényleg átalakítja a hétköznapi döntési mechanizmusomat. Tehát, hogyha én attól feszengek és rosszul érzem magam, és akár elvonási tüneteim vannak, hogy nem csinálhatom azt az adott dolgot, vagy nem vehetem be azt az adott szervet, nem gyújthatok rá például, egy nagyon eklatáns példa, a dohányzás, akkor mondhatom csak azt, hogy függő az illető. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Önöknek köszönjük szépen az eddigi figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is. Köszöntünk újra mindenkit, folytatjuk a beszélgetést dr. Tessényi Judit, gazdaságpszichológussal. Magyarország hogy áll a szerencsejáték függők tekintetében, akár mondjuk lehet itt beszélni EU-s országokról, akár más, a világ más országairól. Nyilvánvalóan itt nagyon túlzottan reprezentatív számot nem igazán lehet mondani, mert mondjuk nem mindenkiről lesz olyan tudomásuk a kutatóknak, hogy szerencsejáték függő, de mégis a számok szerint hogy áll? Az én saját kutatásaimra, illetve az erre vonatkozó publikált információkra hagyatkozott, besimul a magyar átlag. Tehát azt mondják, hogy a nagyobb számú méréseknél, vagy szűréseknél, vagy a teljes populációt vizsgálnak, hogy olyan 1,8% az, aki a vizsgált alanyok közül függőnek minősül. Én inkább itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy mivel mérünk. Milyen szűrőeszközt használunk arra, hogy megkérdezettek közül kiválaszthassuk azokat, akik problémásak, de ezért a legtöbb ilyen mérőeszköz több kategóriát állít föl. Tehát megint nem az az éles határ, hogy ő problémamentes, ő pedig problémás játékos, hanem van egy köztes szürke zóna, amit például a SOX nevezetű kérdőív úgy mér, vagy úgy nevez, hogy veszélyeztetettek. És ez egy sokkal izgalmasabb kutatási terület számomra, hiszen közel 10%-a az a vizsgáltaknak, akár mekkora mintáról is beszélünk, vagy a található vizsgálatok közül, akik már ebbe a köztes kategóriába tartoznak. És itt szeretnék visszautalni arra, hogy ezért a fiatalok körében ez egy nagyobb számú veszélyeztetett kört takar, mint az átlag mintában. Ez konkrétan a szerencsejáték függők. És itt vajon szerepet játszhat az, hogy a fiatalok tekintetében van egy ilyen kapunyítási pánik, ami mondjuk az anyagi lábraállásnak a bizonytalanságába vezethet vissza? Mármint ez nyilvánvalóan csak egy véleménykérdés, de hogy itt vajon... Lehetséges, mivel a szerencsejáték játszásának egyik motivációs tényezője az, hogy nyerni szeretnének. Úgy gondolom, hogy nem zárható azt ki, hogy valaki azért játszik a fiatalok közül, mert hogy egzisztenciálisan nincs más lehetősége, illetve jóval korábbi vizsgálatokban szerepelt ez ilyen szempont, hogy az országok közötti életszínvonalbeli különbségek befolyásolják-e a játékfüggők számát. És valóban volt egy enyhe összefüggés, hogy amikor rosszabb az életszínvonal, akkor több a szerencsejátékos, többen fordulnak a szerencsejáték felé, kvázi mint egyetlen lehetőség a kitörésre.
Tehát lényegében, hogyha elvész a remény, mondjuk a hagyományos egzisztencia kiépítés terén, akkor nyúlunk ki. Vannak ilyen ehhez a megoldáshoz. Vagy nem kizárólagosan, de nyilvánvalóan. Igen, mert ugye arról is érdemes beszélni, hogy ugye talán az egy olyan jó, hogy is mondjam, stratégia lehet, hogyha az ember annyi pénzzel szerencsejátékozik, vagy annyi pénzt fektet a szerencsejáték különböző termékeinek a vásárlásába, amennyi feleslege van, vagy legalábbis annak egy részével. Tehát, hogy ami konkrétan, amire szüksége van mondjuk az ő életvitelének a finanszírozásába, ahhoz nem nyúl hozzá, hanem egy elkülönített kis meghatározott összeggel játszik adott esetben. Megint két nagyon érdekes dolgot mondott, az egyik az, hogy stratégia. Tehát szerintem jó szerencsejátékos stratégia nincsen. Aki már stratégiában gondolkodik, a kedvenc számokban, vagy a kedvenc csapatokban, vagy pedig így alaposabban néz, ő már valamelyest kötődik a szerencsejátékhoz. Tehát ez az egyik oldala, hogy szerintem nincs olyan szerencsejáték, ahol érdemes lenne. Nagyon sokan így játszanak egyébként, hogy van saját szisztémájuk. A másik vonatkozása pedig, ami volt a mondatnak, megint segítsen. Igen, az, hogy egy olyan pénzösszeget válasszon az ember, ami ugye neki úgymond, amire nincs szüksége annyira, hogy az befolyásolja a mindennapi... Ez is nagyon jó gondolat, olyan értelem, hogyha valaki érzi magában, hogy őnek egyébként hajlamos arra, hogy kicsusszon a lába arról a talaj, vagy túlzásokba essen, akkor egy kvázi önkorlátozással, egy behatárolt összeggel, tehát hogyha fix az az összeg, amit ő tud mellőzni más fontosabb dolgairól, és szerencsejátékra költeni, egy jó keretet tud saját magának nyújtani, és hogy ezt soha nem szegi meg, hogy már pedig én csak az egy darab ötösömet, meg a két darab hatosomat veszem meg, akkor valószínűleg nem lesz problémája később, feltéve, hogy tartja ezeket a saját maga által megszabott anyagi korlátokat. Vannak olyan konkrét pontok, amik összekötik a szerencsejáték függőket, tehát ami megfigyelhető mondjuk náluk, és ami más függőségekkel rendelkező embereknél nem. Vagy pedig itt nagyon hasonló motivációkról és akár életkörülményekről van szó. Nem mondhatnám azt, hogy ahogy tipizálhatóak a szerencsejátékfüggők. Én többször meglátogattam a névtelen szerencsejátékosoknak a szegedi szervezetét, épp azért, mert nagyon nyitottak, nagyon befogadóak, és rengeteg szakmai információt lehet tőlük kapni, és hát azért bevallom, hogy kutatási célból, amikor a függők mintáját hasonlítottam össze az átlag mintával, akkor nagyon-nagyon jó volt, hogy velük személyes kapcsolatban vagyok, de minden ember nagyon-nagyon különböző. Mind az anyagi lehetőségeit tekintve, mind az IQ-ját tekintve, mind az életkörülményeit tekintve. Tehát mondom, azért mondják azt, hogy aki nehezebb helyzetben van, vagy kibillen a saját megszokott nyugalmi élethelyzetéből, ő hajlamosabbá válik bármiféle függőségre, de akikkel én személyesen volt lehetőségem megismerkedni, vagy például az országos találkozójukon részt venni, úgy láttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon különbözőek. Illetve érdekes megfigyelés volt, meg több publicitás kap, amikor egy híres emberről derül ki, hogy függő, tehát úgy látom, és ez a drogfüggékre épp úgy vonatkozik, mint a szerencsejátékosokra, hogy a nagyon-nagyon jó anyagi körülmények nem mentenek meg, vagy nem biztosítják, hogy valaki ne váljon függővé, sőt lehet épp a lehetőségeit növelik. Például a szerhasználó csak másfajta szert használ. Szerencsejátékos meg lehet, hogy sokkal, de sokkal nagyobb téttel fog játszani. Volt olyan a látómezőmben, illetve a vizsgálati elemem között, aki tényleg milliós tételeket rakhatott föl heti szinten az adott kedvenc szerencsejátékára, úgy, hogy ez alapvetően anyagilag őt nem viselte meg. Tehát nem ezért mondanám azt, hogy függő, mert hogy az anyagi lehetőségeit hogy használta, vagy ki nem, vagy nem használta ki, mert hogy nagyon különbözőek ezek a lehetőségek. Ezt nem írtam fel kérdésnek, de talán erről is beszélhetünk, sőt azért is, mert nagyon fontos, hogy ha mondjuk arról van szó, hogy valaki nyer egy hatalmas összeget, ugye lottóval már ilyen milliárdos összegeket is meg lehet nyerni. Ilyenkor mondjuk egy olyan emberre, akinek az anyagi körülményei mondjuk egy ilyen alsó-közép szintet foglalnak el, hogy hat ez egy ilyen összeg? Ugye mindenki azt szerint, hogy mondjuk az élete során milyen anyagi háttérre rendelkezett, azt szerint osztja be azt, hogy mennyit vásárol, hogy mire mennyit költ, és ez alapján tanuljuk meg használni a pénzt, nagyon egyszerűen kifejezve. De mi van akkor, amikor mondjuk ez jó sok nullával megnövekedik? Ez milyen nehézségeket okoz, és mi látható ennek következményeiül?
Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert ugye nagyon-nagyon védik a nagy nyerteseket. Tehát viszonylag kevés információ van arról, hogy tulajdonképpen hogyan is alakul az életünk, főleg az extrém esetek azok, amik napvilágra kerülnek, vagy ha véletlen valakit mondjuk évekkel később megtalál a sajtó. Sokkal könnyebb nyugatra tekinteni és ott keresni a jó választ, hiszen ott nem rejtőznek ilyen mértékben a nyertesek, és ott is azt láthatjuk, hogy aki mondjuk egy rosszabb anyagi szintről nyert meg mondjuk tényleg ilyen milliárdos nagyságrendű dolgokat, nagy általánosságban talán lehet azt mondani, hogy elherdálja, nem tud vele jól gazdálkodni. Ezért is folytatják azt a gyakorlatot a szerencsejáték szervezők, hogyha valakire rászakad, ez egy régi mondás, nem tudom használni, hogy rászakad az OTP, tehát hogyha valaki nagyon-nagyon sok pénzt nyer, akkor tanácsokkal, befektetési tanácsokkal próbálják meg ellátni, de hát azért nagyon nehéz, hogyha belegondolunk, és magunkat is belegondolunk, hogy beleesünk egy ilyen mézes bödönbe, akkor mit is csinálunk, mi is biztos, hogy vennénk egy pár autót, meg pár lakást, mert az embernek először ez jut eszébe. Vannak, akik jótékonykodnak, és vannak, akik egyébként nagyon, magyar példa is van, nagyon előrelátóan és hosszú távon, akár a gyermekeiknek és az unokáiknak is gondolva fektetnek be, de mondom, inkább az extremitások azok, amiket ismerünk, a rossz példák. Világos. Az országnak a gazdaságára egyébként milyen hatással van mondjuk a szerencsejátékozás, vagy az, hogyha minél több szerencsejáték függő van? Mert nyilvánvalóan itt egy szempont az embernek a magánélete, meg embereknek a magánélete, hogy azt milyen módon befolyásolja a szerencsejátékozás. De ugye abban is érdemes belegondolni, hogy mondjuk ennek milyen betülete van egy ország gazdaságára. Mondjuk adott esetben annak, hogy olyan emberek nyernek iszonyatos összegeket, akik nem tudják utána azt kezelni, és lehet, hogy lejjebb kerülnek, mint voltak mondjuk ebből adódóan. Ezt a kérdést is érdemes olyan értelemben ketté választani, hogy szigorúan gazdasági hatásról beszélünk, és mondjuk költségvetési hatásról beszélünk, vagy pedig társadalmi hatásról beszélünk, és itt nagyon komoly különbség van. Mert mondjuk most Magyarországon 2019 vonatkozásában, hogy jól tudom, 533 milliárd volt az állami játékszervező bevétele nagyságrendileg. Ennek nagyon-nagyon jelentős része adó, költségvetési bevétel. Van, amelyik direkt kerül egy-egy területnek a támogatására, a szponzorációs nagyon-nagyon jelentős, de a költségvetési bevétel. Például a múlt héten volt hír, hogy 2 milliárd hiányzik a szerencsejátékban. Nem hiányzik, csak nagyon talál, vagy nem találó, hanem figyelemfelkeltő volt a cím, de nem hiányzik, csak annyival kevesebb került befizetésre. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogyha a költségvetést nézem és a gazdaságot, akkor egy nagyon hasznos és produktív üzletágról van szó. De ha már a társadalmi hatásokat nézem, és nem csak az egyénre, hanem az ő környezetére, vagy az egész társadalomra vonatkozóan, akkor viszont inkább károkról, vagy negatív externáliákról tudok beszélni. Itt csak a legextrémebbet emelem ki, az az öngyilkosság. Tehát, hogyha kicsit komolyabb, vagy jobban hozzáférhető statisztikánk lenne a magyarországi öngyilkosok tett elkövetésnek motivációs tényezőiről, akkor lehetségesnek tartom, hogy az első 10-be benne lenne a függőségi probléma, és annak a nem megfelelő kezelése, vagy az abból való menekülés. Tehát a legszélsőségesebb példa, amikor valaki már semmi más megoldást nem talál, mondjuk például a felhalmozódott adósságainak a kezelésére, mint a halált. De összességében azért nem lehet összevetni ezt a gazdasági bevételi költségvetési oldalt a társadalmi hatásokkal, mert ahhoz mondjuk az egészségügyi rendszerbe az erre költött összegeket hozzá kéne venni ehhez az oldalhoz. És az, hogy most Magyarországon konkrétan szerencsejáték függőségi kezelésre mennyi pénz áll rendelkezésre, és konkrétan mennyi kerül eltöltésre, én nagyon örülök, hogyha valaki megmondja nekem. A szerencsejátékkal kapcsolatban van egyébként prevenció? Részlegesen van. Tehát részben van. Ez is azért egy ellentmondásos és nehéz kérdés, mert aki ezt finanszírozni tudja, leginkább maga a játékszervező. A játékszervező viszont nem abban érdekelt, hogy minél kevesebben játszanak és fogják magukat vissza, hanem hogy minél több árbevétele legyen. De attól függetlenül pont attól felelős egy vállalat, hogy olyan terméket, egyébként azt hiszem a dohánygyáraknál volt először, hogy beperelték ugye a tüdőrákosok a nagy amerikai dohánygyárakat, és ott volt először ez, hogy hát csokolom, akkor megfelelő felvilágosítással, vagy éppen kutatás finanszírozással valamit adjunk már vissza az érintetteknek, és ennek már azért vannak megnyilvánulásai vagy jelei akár a magyar piacon is, tehát hogy van. De nem olyan átfogó és nem olyan stratégiai, mint amilyen lehetne. Ugye a beszélgetésünk elején megemlítettem a doktori dolgozatát,
Ezen kívül, illetve ugye nemrég megjelent egy könyve is ebben a témában, egy társszerzőjével, milyen tevékenységet folytat jelenleg? Hát ami most az egyik legizgalmasabb kutatásom, és már le van adva, úgyhogy bátran beszélek róla, remélem hamarosan olvasható lesz, hogy a börtönvizsgálatokat, ugye ez egy speciális populáció, én már 10 évvel ezelőtt elkezdtem. Ami azt jelenti, hogy ezeket a szűrő teszteket fogva tartottak körében vettem föl. És azt nézegettem, hogy lehet-e valamiféle mintázatot találni, illetve a fogva tartottak körében több a függő, több a játékfüggő, mint általában. És nagyon érdekes számokat találtam. Az eleve azért kezdtem el vizsgálni, mert hogy voltak erre vonatkozó külföldi publikációk, amik mutatták, hogy igen, sokkal több függő van a börtönökben, másrészt meg Magyarországon nem volt. Úgyhogy még akkor úgy gondoltam a doktori írása során, hogy hú, akkor ez egy nagyon érdekes terület, amíg nincs kellőképpen kutatva. Ezért kezdtem el annak idején 2009-ben a börtönkutatásokat. Ezt megismételtem 14-ben, és most 19-ben sikerült újabb 176-ra abba kitöltetni ezt a kérdőívet, és megvizsgálni, hogy így az idők során hogyan bázott akár a játékautomaták megszüntetésének hatása, akár a függők száma a börtönökben. És ez nem csak annyiban érdekes, hogy többen vannak akár alkohol, akár drogfüggők és szerencsejátékfüggők fogvatartva, hanem azért is, mert azt is megkérdeztem többek között, hogy van-e összefüggés a bűncselekmény elkövetése és az ő fogvatartása, illetve a szerencsejáték között. És több mint 10% mondta azt, hogy igen, az ő életmódja és szerencsejátékozása vezetett el addig, hogy mondjuk vagyonelleni vagy akár életelleni bűncselekményt követett el. Hát ez megint egy olyan téma, ami legalább egy ilyen hosszú beszélgetést megérne. Jövőbeli tervekről, akár hosszú távú, akár rövid távú tervekről, mit tud esetleg mondani? Hát van még két olyan terület, amit én folyamatosan vizsgálok, és most is benne vagyok ilyen jellegű kutatásokban. Az egyik az maga a CSR, tehát a felelős válti magatartás, nem csak szerencsejátékos vonatkozásban, hanem ennek általánosabb vetületeibe. A másik, ami kimondottan szerencsejátékos, és nagyon régóta foglalkoztat, és most is van erre vonatkozó folyamatban lévő elemzésem, az az attitűd. Tehát, hogy itt próbálok valamiféle olyan összefüggést találni, a viszonyulás, a hozzáállás, a motivációs rendszer között, és az esetleges szerencsejáték függés között, akár úgy, hogy következtetni lehessen mondjuk az attitűdből bizonyos fajta függőségre, amiket most éppen vizsgálok. Rendben, hát nagyon sok szerencsét kívánok hozzá, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!